szociális jogok európai alappillére azokon az elveken és jogokon alapul, amelyek javítják a munkahelyi és otthoni életkörülményeket az Unióban. A nevem Sasha Vakulina. A Real Economy mai adásában annak járunk utána, mennyire lehet veszélyes a munkahely. Melyek azok a kockázatok, amelyekkel európaiak milliói szembesülnek nap mint nap? Illetve hogyan lehet ezeket mérsékelni vagy kiküszöbölni? A rák. Ez az egyik legaggasztóbb betegség, amelyekkel a munkahelyeken szembesülnek szerte Európában, és persze a világon. A munkahelyi halálesetek több mint fele, pontosan 52%-a a rákhoz köthető. 24%-a a keringési zavarokhoz, és mindössze 2%-a a sérülésekhez. Noha a rák bonyolult betegségnek tűnik, kiváltó okai pedig nehezen azonosíthatók, teljesen világos, hogy a vegyszerekkel történő érintkezés miatt kialakuló rákbetegségek egyszerűen megelőzhetők az érintkezés mérséklésével vagy kiküszöbölésével. A több mint 40 millió dolgozó jobb védelme érdekében az Unió folyamatosan frissíti előírásait azzal a céllal, hogy semlegesítse 26 rákkeltő anyag hatását. Ezek ugyanis képesek módosítani a szervezet genetikai felépítését, és ezzel rákot okozhatnak. A munkahelyi betegségek és sérülések a 2017-es adatok alapján durván 476 milliárd eurós kárt okoznak az Unióban. Ez az Unió GDP-jének nagyjából 3,3%-a. A rákkeltő anyagoknak kitett munkahelyek megóvása az Unióban a becslések szerint 2,4 milliárd euróba kerül évente. Fanny Gore járt utána a témának. Horvátország csak nem felét erdők borítják. Egyes fákból kiváló minőségű nyersanyag állítható elő, a fa megmunkálása azonban káros lehet. Egy ilyen gyárba indultam, ahol parkettát gyártanak. A munkások által belélegzett forgács por leülepszik az orban, a garatban, a légutakban. Irritációt vált ki, bőr és légúti megbetegedéseket, hosszú kitettség esetén azonban akár rákot is okozhat. A becslések szerint Európában 3 millió munkás van kitéve a kemény fa forgácsporának. 3 éve a céget magánosították. Az új tulajdonos beruházott a termelés felfuttatásába, a környezetbarát termékek alkalmazásába és az egészséges munkahelyi körülmények megteremtésébe. Megváltoztattuk a szellőztetési rendszert. Olyan rendszert vásároltunk, amelyben a szűrők porzsákokba gyűjtik a parányi porszemeket. Ezt aztán nagyobb silókba szállítjuk. Következésképpen az abszolút minimumra csökkentettük a részecske számot. A jó munkás ugyanis az, aki biztonságban is elégedetten dolgozik. Itt a dolgozók élvezik a megfelelő védelem előnyét. Európában azonban a vizsgált dolgozók 11%-a azt nyilatkozta, hogy oldószer kipárolgásának, 15%-a füstnek, koromnak és pornak, 17%-a pedig munkaideje egynegyedében vegyszernek van kitéve. Az európai munkáltatóknak nyilatkozniuk kell, milyen rákkeltő anyagokat alkalmaznak, és hány dolgozó kerül kapcsolatba velük. Miután ezt a kötelezettséget nem szankcionálják, a munkáltatók elmulasztják a bejelentést. Horvátországban az előírások tiszteletben tartását kellene felügyelni. Franciaországba indulok, ahol a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség vizsgálja a gyanús mintákat. 4 csoportba osztályozzák őket a bizonyított kockázat foka alapján. Az egyes csoport rákkeltőként ismert, és 120 anyagot vagy szert tartalmaz. Ezek közül 70 a jelenben vagy a múltban is előfordult munkahelyeken. Ennél fogva roppant fontos, hogy az államok és nemzetközi szervezetek olyan lépéseket tegyenek, amelyekkel csökkenthető a munkahelyi kitettség. Az Unió intézkedett a munkahelyi kitettség mérséklése érdekében. A részleteket Bilbaóban mondta el Krista Sedlacek, az Európai Munkabiztonsági Ügynökség igazgatója.
Az Unió módosította a rákkeltő anyagokra és mutagénekre vonatkozó direktíváit. 26 anyag rákot okoz, esetükben a kitettséget korlátozni kell. A korlátozással emberek százezreit menthetjük meg a haláltól. We could avoid the death of hundred thousand of people. Mely ágazatok a legveszélyesebbek a dolgozókra nézve? A hegesztés például, mert a folyamat közben rákkeltő anyagok keletkeznek. Rákkeltő anyagoknak vannak azonban kitéve a gondozásban dolgozó ápolók. A fodrászok, akik vegyszereket használnak a hajápolásához. Ezek részben rákkeltőket is tartalmaznak. Nem feledkezhetünk meg az építőiparról sem. A karbantartás nagyon kockázatos az aszbeszt vagy a kovasav por miatt. A nagyobb infrastruktúrával rendelkező nagyobb cégek jó példával szolgálhatnak a munkahelyi egészségvédelem vagy a rák megelőzésének terén. Több vizsgálat és kutatás igazolja, hogy a nagy cégek szisztematikusan állnak hozzá a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez, miközben a kisebb vállalatoknál nem tapasztalható ez a szisztematikusság. Ez utóbbiak inkább alkalmilag intézkednek. Ügynökségünk egy online, interaktív eszközt fejlesztett ki. Az OIRA épp a kis és közepes vállalatokat segíti. Web alapú, költségmentes, egyszerűen alkalmazható. Az eszköz egy nagyon jó kockázatértékelő. Of course, you get by that way using this tool a very good risk assessment. And we have asked. A téma egy valós tárgyal is kiválóan érzékeltethető. Mi is ez? What is this? This is the. Ez az úgynevezett munkabírás háza. Négy pilléren nyugszik. A négy szint jelképezi az emberek munkabírását. Ez az egészség, mindennek az alapja. Aztán a hozzáértés és a tehetség, és természetesen maga a munka. Ezek az elemek az egészségen nyugszanak, vagyis az egészség az alapja. Köszönöm az interjút, és köszönöm, hogy velünk tartottak.